Neve? William Morrison. Lakcíme? Blake Street, 27, 3-as lakás. Miért akar meghalni? William író. Eltűnődött azon, mi értelme élni? Én folyton erre gondolok. Nevet szerez magának. Kétszer próbált meg öngyilkos lenni. Tízszer. A segélykiáltásért. A legjobb kezekben van. Remek. Egy bérgyilkosét. Annyiszor elbénáztam, hogy inkább kiadom a melót. Bocs, szendvicset ettem. Nem ilyennek képzeltem. Sok bérgyilkost ismer? Nem a pisztolya teszi a bérgyilkost. Nem mészárosok vagyunk, hanem profik. Még életben vagyok. Ó, Istenem, úgy sajnálom, Mrs. Raymond, megpróbálom újra. Ha nem hal meg egy héten belül, visszakapja a pénzt. Oké. Aláírta a halálítéletét. De most... Felhívott egy kiadó, és érdekelné őket a könyvem. Örömmel dolgoznánk önnel. Azt hiszem, hogy leszeretném fújni. De aláírta a szerződést. Változott a helyzet. Volt egy megállapodásunk. Nem, mintha törvényes lenne. Végre becélozza. Kellemes halál. Ó, basszus. A boldogságot. Meg akartam halni, mert nem volt miért élnem. És pontosan ezt kerestem. Az élete árán is. Mr. Morrison még nem halt meg. Induljunk! A munkánk élethalál kérdése. Itt nem történhet meg baleset. Kihallott már remegő kezű bérgyilkosról. Magának vége. Meg kell mutatnod neki, hogy még megvan benned a gyilkos ösztön. Nem olyan könnyű ám végezni magunkkal. Óvatosan! Hát így állunk. Ez egyre nevetségesebb. Bérgyilkost fogadtam. Készítettem szendvicset, meg egy adag teát. És gondoltam, ez kaporra jöhet. November 1-től a mozikban.